Úristen. Don't panic, don't fos. Egy pillanat és jövök. Csak bezárom az ablakot. Ezek a minőségi 30 éves nyílászárók valószínűleg nem nagyon fogják fel a kinti zajokat, és így péntek délután estén lévén valószínűleg szűrődnének be. Ó, igen, a kamerának kéne töltő. Milyen okos vagy te? Hát akkor srácok, még egy pillanat. De már tényleg csak egy rövidke pillanat. Az a jó az USB-be, hogy ugye hülye biztos, és csak kettőféleképpen lehet bedugni. Úgyhogy mikor rápróbálsz harmadjára, akkor már biztos működik. Na, nézzük! Ez nem az. Ez az. Hát hello, ott üdv mindenkinek. Mi a helyzet? Véget ért ez a pompás hét. Elérkezett a péntek, gyakorlatilag hétvége van. Mi újságott az internet másik végén? Úristen. Természetesen készültem ismét rengeteget. Nem most estem be az előbb, az lehetetlen lenne. De hát a valóság sajnos az, hogy hát nagyjából de. Még éppen majszoltam a kis vacsorámat az elébb. De hát ez van. Na, azt mondja, hogy összedugdosok itt mindent. Ezt így ide így behelyezzük. Mi a helyzet, kollégisták? Véget ért a hét, mindenki otthon. Lehet készülni a hétvégére, zabálni az otthoni kaját. Ez az. Na, hát alakulnak itt a dolgok, kérem szépen. 8. kiadós trónokharca póló megint. Hát igazából ezt mondjuk valamelyik nap a stream után levettem, és most rájöttem, hogy itt hagytam. Úgyhogy akkor így most így visszavettem. Úgyhogy ilyen igénytelen adom elő ma. Jó is az, pénteken legjobb otthon bezobálni normális kajából 5 napi éhezés után. Szinte hiányzik az 5 napi éhezés. Valamikor jánykoromban voltam én is kollégista, emlékszem ilyen dolgokra. Ezt itt nem tudom megcsinálni, hogy így a kamera normálisan lássa, mi? Jó kis 6 év középiskolás kollégium, annyira jó volt. És az a durva, hogy ott híztam el? Na de hát, mindegy is. Köszönöm a követéseket, miről maradtam le? Levlev 000, köszönöm a követést, még így streamen kívülről. Ja igen, azt akartam elmondani, hogy amúgy valójában valamennyi haszna csak volt ennek a Facebookos hirdetés kampánynak. 2397 embert ért el, ami 92 aktivitást szült. Ebből valószínűleg, soha nem vagyok rá, hogy lehet megnézni még egyszer a előző videómat, de ott valami 20-30 megtekintés volt, ami még soha nem volt. Meg ugye 33-ra nőtt a követők száma. Úgyhogy dolva. Meg 843 megtekintésnél jár a csatorna. Régen azt hiszem ilyen 1000 megtekintés után már fizetett a Twitch valami lófaszlóvét. Ahol lemaradtál a... Hát,
Hogy is mondjam, nagyon sok mindenről nem maradtál le. Közben akkor elindítom így ezt a csodálatos játékot. Mert röviden összefoglalva az előző streamet, villódzó fények, random textúra felvillanások, meg hát kikresselések voltak. Úgyhogy mi a legelső fázisnak a neve? Az a Z fázis, a ilyen amőba fázis, nem teszem be, ilyen egysejtű fázis, vízi fázis, sejtve, ah, igen, ezt pontosan ezt akartam, hogy sejtfázis, na azt megcsináltuk, majd hát elkezdtük a lényfázist, ami ilyen, hát ugye minden egyes betöltésnél, mikor egy új karaktert vagy lényt láttunk meg, vagy került be a betöltött mezőbe, tündérhapci, akkor így óvatosan az OBS felvette külön a textúrának a betöltését, ezért ilyen rohadt nagy villódzások voltak. Majd ez a stream végére Dark Lord segítségével megszűnt. Mire ez megszűnt? A sejtfázisnak nem tudom hány órányi játéka után kikresselt a játék, és hát nem volt autómentés, úgyhogy nagyjából így a fele elveszett. Úgyhogy röviden, tömören ez történt eddig. És akkor ma megpróbálunk rámenni, hogy elérjük a... Nem is tudom, milyen neve. Civilizációs fázis, vagy nem tudom, ami a törzsi fázis után van. A törzsi fázis nekem annyira nem jön be, úgyhogy ezt megpróbáljuk végrohanni. És akkor így, valahogy így próbáljuk ma előadni. Úgyhogy szerintem így ennyi. Úgyhogy akár bele is. A uno momento, audio. Az elméletek nem csináltam semmit a spor stream óta, úgyhogy akár még jó is lehet az audio. Mondjuk a mikrofont arrébb pakoláztam. A mai napot a Dreher támogatja. Vagy hát igazából én támogattam a Drehert, a Dreher meg abban támogat, hogy végigvérjem a 3 óra hosszát itt a számítógép előtt, mielőtt még egyszer agyfaszt kapok a mai nap folyamán. Egy minőségi bakkal fogjuk ma megkísérelni ezt a evolúciót. Elmondtam mindent. Hát köszönöm szépen. Igazából ez volt behűtve. ez a vagon mi? Hát. Hangerő elméletek fasza, úgyhogy ezt így le tudom tenni oldalra. Hadd szóljon, itt vagyunk a szintnyúl bolygón, ő pedig a csodálatos... Mi volt a neve a karakterünknek? Elfelejtettem mi a neve. Tapsi füles, ha jól emlékszem. Hűtsed befele. Még mindig meleg van. Tapsi füles, azt hiszem. Most ott a dino, igen itt. Ja igen, itt csináltam. Tegnap annyira léptem be, hogy lőttem egy képet. Futás, innen! Hogy meg tudjam csinálni a új borítóképet. És hát dino haverunk még mindig itt van. Harabdács a gigász. Azt mondja, hogy mit kell ebben a játékot csinálni? Szóval itt van Tapsi. Így néz ki. Bárki bármit mond, ez egy nyúl. Teljes mértékben. Na, valamit akartam, csak már nem emlékszem, hogy mit. Itt van még. Hogy állunk? Az baj, hogy ugye toltuk egész sokat, és ugye kikresselt, és most rohadtul nem emlékszem, hogy hogy állunk. 2, 4, 4, 2. Megnézzük, hogy őket el tudjuk-e csábítani. 5. Hű, ezt jó, ezt így ide kár is eljönni. Itt a fűszer, itt nő. Ez majd ugye a civilizációs fázisban lesz fontos. Meg a űrfázisban. Ott egy mugi. Amit mindjárt a dínom megkajál. Valahogy el lehet tenni ezeket a nagy dínókat is láb alól, csak gondolom mi az nem vagyunk elég kemények.
Ez annyiból jó ez a játék, hogy simán kijön az egér a teljes képernyőből, és itt tudom baszlatni a Twitch-et. Okábe. Kitalálta ki ezt a nevet nekik, szegényeknek. Faljunk valamit. Igen, ami másik nagyon jó dolog, hogy ugye összettünk egy csomó testrészt, és ezek így elvesztek. Ugye, ami megalkottunk kis lényt, azt most lehet, hogy így esélytelen, hogy összejöjjön, mert gondolom így random adja a testrészeket. Na. Lehet neki vinni gyümölcsöt? Ha, hogy? Ott volt az a kis ajándékikon. Fel tudja venni? Vagy nem? Na, bekajálja. Ne, de meg csak vedd le, nem lehet olyat? Na nézzük, ti mit tudtok. És észlelte a mobilos Twitch, hogy streamelek. Milyen kis, hát ilyen emberszerű valami ez. Ilyen a majomszerű. 5-4-4-2. Mi pedig 2-4-4-2. Hát ezzel sem vagyunk előrébb. Visszafele kellene így menni még. Itt van valami agresszív állat. Ja, mert itt van megint a Dino. Itt ezek a raszta valamik. Igaz, hiszem talán nem voltak olyan nagyon durvák. 2-1-2, jó, őket, hú, hát őket azért jött. Valami történik. Ó, hát ez egyből megvan. Hát ezt jó, ezt így egész gyorsan elő tudjuk adni. Nincs még alfa belőlük. Na, álljon össze. Ah, ezt mindig elfelejtem, az ez. Jó, ezt ugyanolyan szarul tudjuk, mint ők. Zseniális. Micsoda performance. Nagyon nem cifrázzák, hogy ők mit szeretnének látni. Ugyanezt a konfetti haigálós történetet, nincs alfa. Ott van egy. Gyere csak ide. Ezek meg itt néznek, hogy ez a két gyökérfaj meg mit csinál. Gyere már ide, csak táncikáljunk egyet. Milyen jazzes járásuk van. Ez ismerős. Énekelek neked akkor. Ó, hát így nem ért össze. Akkor táncoljunk. Eléggé elcsipogott ő itt nekünk. Jó, ők megvannak. Hújjúj, ezek itt ilyen 25 életük van, nekünk 44. Megnézzük, hogy ők mit tudnak. Ha már így megtanultuk a nagyítót használni. Azt mondja, hogy 4-esen énekelnek, 2-esen táncolnak, 3-as harapásuk van, ezeket le kéne próbálni így lenyűgözni a sziréndalunkkal. És gyorsan összavárkodni velük. Mert ebben jobbak vagyunk, mint ők mindenben. Így. Hol van? Itt volt még, nem? És már itt semlegesek. Mint egy alfa. Az alfákat le kell nyűgözni, hogy még több testrészt találjunk. Ott vannak ilyen mások. Hát ebben nem annyira vagyunk jók. Milyen röhögő hangja van? Baj van. Hát véletlen se akarnak mást. Nincs itt olyan, akit lenyűgöztünk. Majd már le van. Itt egy pici, lenyűgözzük a kölyget. Ez könnyebb. Módot mutatunk neked, haver srác. Ezt figyeld. Felénk így ropják. Vinnyagunk egy kicsit. Jó. Még egy kéne. Mi oson ott? Hol vagy? Ne repkedjetek már össze-vissza, ti anyaszomorítók. Cső! Na, ez is ezt a csipogást kezdi. Érdekes, hogy ja, mert ő egyedül volt, azért győztük meg így a saját vinnyogásunkkal. Jó, hát az is megvan. 239.
DNS pontnál járunk. Szortyogó. Itt valami akció van. Itt összecsaptak a alfa momók, és egy alfa momó és a parancs. Segítsünk meg. Csak a haver összebarátkozott legjobb örök cimboránk faj. Viszont itt szereztünk magunk egy új ellenséget. Na gyere csak ide be a... Kölyök a momó. Nem momónak hívták azt a nyomorult... ...izét. Netes kihívást is, ami áll, vagy ilyen... Nem is kihívás volt, nem is tudom minek hívták azt a gyökér karaktert, akivel így embereket zsaroltak. Na jó, felgyújtjuk mindenki fel. Hát lopunk egy tojást. Jól emlékszem, hogy ez momó volt. Ezek nem momók? Ja, ezek mugik. Ott vannak a muglik. Fajatok közben. Az OKB-kat még nem tudjuk lenyűgözni. Itt valahol még kéne egy testrészt szerezni. Itt megrohadt valami kaja. Innen elhoztuk a testrészeket. Innen is elhoztuk a testrészeket. Itt valami nagy gödör. Csak ezek mik ezek a majomszerű lények? Rudifusz. Ti mit tudtok, kedves Rudifuszok? Hát kb. Így szoktam kinézni reggel. Így beletekintek a tükörbe, ezt az értelmes arcot szoktam látni. Csak nem vagyok ennyire kigyúrt, de a gyomor az megvan. Ők négyesen énekelnek és hármasan táncolnak. Nekünk az énekünk szarmi. Basszafa, mármint hogy hátha. Pont az alfát, hát azzal kell kezdeni. Énekel, mi fogunk énekelni? Ez az, táncba jók vagyunk, behozzuk. Csak kéne egy új arc. Fura hangot adnak ezek a srácok. Jól, lenyúljuk a testrészeiteket, amik itt el vannak tárolva. Most majd visszajövünk, ha nő az új arcunk. Páncélonc. Azt nem lehet vajon valahol megnézni, hogy jelenleg milyen testrészekkel rendelkezünk? Ezek mik? 25. Most ezeket begyaluljuk a vérbe. Gyorsan. És most megjavult a... Jó helyre került a kurzor is. Hello, metálkecske. Ez az, mire odaért? Oda csámborgat, már nem tudtam megcsinálni a skillt. Mennyit kell? Még három? Nincs egy kis hárman. Ó, hogy kapták hátulról a lila gecmót. Egy tündeföl. Hát ezért nem érte meg. Megoldódott az epilepszia veszély. Kiderült, hogy rosszul volt beállítva az OBS. Na, fajunk egy kicsit. Az evéstől meggyógyulunk, vagy csak felmegy az életünk? Ami amúgy ott látszik. Valahol. Ha nem ülök annyira bent. Na, meggyógyulunk, fasza. De azt mai napig nem értem, hogy hogy tudja az OBS betölt, vagy felvenni azt, hogy külön betöltődnek a textúrák, azt nekem így nem jön át, hogy ez miért volt. És annyi a lényeg, az volt a baj, hogy magát a játékot vettem fel, most meg a teljes képernyőt, és így nem látja. Úgyhogy nem tudom, mi mögötte a történet. Ezt kéne szeregetni mondjuk ilyen 300... Mi ez DNS-t? Aztán vissza kéne csámborogni. Hát Dark Lord elmondta, hogy szerintem mi a tuti, az volt.
Nézd már, milyen kis fogasjószág ez. Én eltartanám ezt így itthon. Itt reggel jönne, ezt így mondaná, hogy... Ez azt jelenti, hogy éhes. Azt mondja, hogy ő egyesen énekel, meg négyesen táncol. Hát ez sima liba. Nagyon cuki. Na, ez az. Roklátok. Igen, de neki a haszontalan nyuszi füle van. Ez az. Gyakorlatilag egy útszobába ment át ez a játék most. Na, az alfa béncsás. Ez az. Ez egy ilyen általános iskolás suli-buli, mikor még senki nem volt fogszabályzó, vagy ilyesmi. Közben ránk is esteledett. Ez az vinyonyen. Ez a mutálás előtti hang. Ez pedig ugyanúgy. Így robtuk 72-be. Az általános iskolába. Itt van még egy alfa. Nem túl változatos a zenei összetétel. Hogy cifrázza még így bele is ő, hogy így hogy? Hát ők sem nagyon bonyolítják. Hát valószínűleg nem. Eminem a műsről nem lesz az annyira békés. Igazából ahogy esik úgy. Itt is egy-egy lényt legyaktunk már, bár úgy látom, hogy azért csak benne maradunk a szociálisban. De hát aki ránk támad, az kapni fogja úgyis. Úgyhogy a következő két fázisban már nehéz lesz elkerülni a harcot szerintem, mert ugye itt sem kerüljük el kifejezetten. Csak ha egy mód van rá. Na faljunk, hogy állunk 306, vissza kellene menni a fészekben egy péntek esti jó kemény dugásra. Mármint, hogy létre kéne hozni új egyedeket. Egy kis törzsfejlődés kellene. Ha ide kattintok, akkor hazamegy, nem? Ó, várjál, ott van ilyen valami. Csak bár most így kezdek megszomjazni. Dudoros. Jó az, ha néhol dudoros. Itt is volt valami testrés rész. Ó, kettő is van. Nagy fűbe nem vettem észre. Na, kapard már elő. Cicafül. Hol voltak ezek a jól szituált lények? Már akartam őket nézni közelebbről. Pont harcolnak. Hű, mi az a nagy valami. Hát jó, ebbe a vitában nem szállunk bele. Oldják csak meg szépen. Milyen jó kis, milyen kis szimpatikus lények ezek. Ez tipikusan az az arc, amit szombaton szoktál látni este az aluljáron, hogy ő haver, adj már egy cigit, buszjegyre kéne. Vagy éj haver, nem tudod hány óra van? Ne, a telefonodon nézd már meg. Azok az arcok voltam. Bot, az nem kell a bot. Mi ez a sok lényezet? Ezeknek két feje van. De cuki! Megnézzük közelebbről. Hát hagyjad már. Itt ki van kivel? Még nem értem a úszó hártyás meg a karmos lábat, hogy az mit segít elő, de... Na jó, majd még visszajövünk. Á, most nem kajálunk, ez úgyis új generációval jövünk vissza. Juhú! Na! Szasztok, srácok! Visszatértünk. Párzunk egyet. Itt most...
hogy ropjan. Yeah! Kegyetlen. És már ott is van a húsvéti tojás. Na, nézzük, mink van. Mi ez a... Ja, nem akarok ilyen kitin izét. Nem rovarban, nyúlban utazunk most. Jó, ez a magasság, ez így jó. Azt mondja, hogy ilyen... Nincs olyan nyúlláb, galambláb, malacláb, vadlóláb, meg boka. Ez nem nyuszizsabb. Most tudom, most milyen lábunk van. Kellene egy arc. Ezt használtuk, ezt a vér, ebből próbáltunk vérnyúl arcot létrehozni. Valahogy. És már nem emlékszem, hogy hogy. Ezt valahogy összébb vettük. Úgy. Egy ilyen kellemesen nagy állkapocs kell. Valahogy le lehet ezt így bígyeszteni. Vérnyúlmalacja. Az ilyen medve disznó ember, hogy félig medve, félig disznó ember. Hát nem tudom. Ez így valami más. Hát nincs valami orrjukat, nem lehet tenni rá, vagy valami orrot. Ez igen, hát ez biztos feldobná. Egy ilyen szemöldökös szem. Nem tudom, melyik a nyuszisabb inkább. Ez totál nyuszi, nem? Ez kész. Szortyogó. Szipogó. Ide teszünk két ilyen szipogót. Ez így inkább ilyen szamásszerű valami lett. Feeling tekintet. Ilyen kiklops nyúl. Igen, így befele fog, a saját fejét fogja nézni, és akkor így nem fog látni semmit. Hát... Cica fülből nyuszi fület. Ja, ebből. Ja, megpróbáljuk megnyújtani. Totális 4-20. Nem szívtam semmit. Totális 4-20. Nagy lett az orra is. Ez se adja ez a szem. Na igen, amúgy ez tényleg mekkora baszó, hogyha így hátrafele is látsz. Így. Nos, kerülj meg, lepj meg, ha tudsz. Jó, ez nem kell ide. Ez nem tudom, ez egy ilyen betépett állatnak néz ki ezzel a szemmel. Nem adja. És az eredetleg, ami rajta volt, szóval nem is tudjuk visszarakni, mert hogy az izé volt. Ebből kettőt. Csiga szem elett. Ez gáz. Macska szem. Ez így mennyire rémisztő. Ó, üvegszem. Ez egy ilyen fekete szem. Na várjál már. Ez így heavy. És ezzel lát? Lát. Végül is ez a betépett nyúl izéhez nem is olyan rossz ez a gombszem. Szóval valahogy még nem lehet lejjebb forgatni. Így valahogy, és akkor valahol oda kéne valami ilyen nyúl orrfélét létrehozni. Megpróbáljuk ezt a cicafület így valahogy megmodifikálni, hogy ilyen nyuszi fülszerű legyen. Tehát ez teljesen nyúlfüles.
Hogy? Hello, így. Így hegyezi a fülét a nyúl. Hello. Micsoda a feliratkozás, hogy ebben a hónapban csak 3,99 dollár? Micsoda? Na jó, nem? Na. Hát ez teljesen jó. Mitől lett ilyen 4-20-as szeme? Valamire nagyon rácsodálkozott. Jó, hát ez szerintem, ezt így nem, most így nem megy jobban. Ez a része. Ezek nagyon gagyi szemek. Karokból, meg lábakból nem találtunk jobbat, ezekre meg már nem maradt pénzünk. Úristen. Hát 66. Esetleg valami más szint lehetne, mert most nem fogunk epilepsziás romot kapni, ha átfestjük jószágunkat. Nem tudom, hogy melyik az ilyen nyúl minta. Esetleg egy ilyen csíkos történet, de amúgy nem az volt. Ilyen csíkos valami lehetne, csak másik színben kéne. Nem lehet a színt állítani? Szín minták. Úristen, ezt nem akartam betölteni, hát ez mi a vihar? Menjél innen el. Ezek nem szín minták, kedves játék, hanem mindenféle minták. Nem, jó klik, nem, középső klik, nem. Ez jó lenne, csak ez kéne valami más szín. Ilyen nem tudom. Milyen színű egy nyúl? Ez így elég beteg ebben az állapotában. Egy vörös nyúl, végül is vérnyúl. Hát elég hülyén néz ki szegény. Hát még mindig a sárga volt. Nincs valami ilyen bolyhosabb, szőrösebb valami. Ezek ilyen gyík valamik, esetleg ez a foltos jószág. Hát nem sok ilyen szőrös valami van. És ha összerakunk egyet. Belső rész. Igen, kellett volna a kreatív DLC. Fehér nyúl az azért nem lesz jó, mert ez túl snassz. Meg ebben a játékban viszonylag kevés hó van. Legalábbis ebben a módban. Úgy érzem, hogy megint elveszünk a részletekben. Csak ez a csíkos történet adta eddig a legjobban. Látod, neki is azt tetszik, arra volt így jó, jó, jó. Úgy igazából helyek közel ezzel a színnel is meg vagyok békélve. Nem szép, de nem is olyan kegyetlen szar. Most így adjuk, ekkora szemet villantott. Csak nem egy újabb vándorlás. Mindig olyan rohadt vicces, hogy szedik a lábukat. Az indokolatlanul kicsi kis pipaszár lábuknál. Elég fura ez a szín így a vadonban. Jaj, elültem a lábam. Kegyetlen! A kis lényeken az a szem, az nagyon durva. Megint elmagyarázható, hogy mini térképpen lehet nézni, hogy hol menjünk. Hát közjáték, mint ha még ezt nem hallottak volna. Nézd, játszunk ki! Már annyira nem szükség, hogy megnőtt. Na, hát akkor bandokoljunk legalább. Hát ott nem lesz ott a dino.
Sokkal jobb. Van hely, el tudunk költözni. Várjatok, ti mit tudtatok? Ez a jól szituált fiatalember. Olyan, mint egy hegyi troll. 5-5-5, ó, megyünk is tovább. Ott jönnek a kétfejű valamik. Azok miért ilyen agresszívak most? Hogy ők is új fészekbe vándoroltak? Valami történik. Menjünk innen. Fussatok. Jó, sikerült így kelecébe zárni saját magam. Nem lehet megállítani az időt. Akkor hadd szóljon. Már úgy érzem, hogy nem sok esélyünk lesz most így túlélni, mert csapdával fogtak minket. Na, nekem túl erősen. És azt mondjuk nem is az a kétfejű lény, amire én gondoltam. Ködlek! Úgy. Harap meg! Gyere vissza! Csak beérnek az UFO-k, nem kell elmenekülni. Gyerünk! Roncs rá! Nagyon jó. Még négyet kell. Ezek itt. Hol van az új otthon? Mindegy, menjünk zabálni. Jól van, csak nem sikerült megerőszakolniuk. Na már! Na vagy enyémet! Ugye nem a mi fajtánkat vitt el. Hol van az a nyomor? Itt van, köcsög űrhajó. Gyűjt itt befele a lényeket. Na, menjünk innen, hogy miket gyűjtsön be. UFO-k! Az UFO-k léteznek, itt van a bizonyíték. Confirmed. Na, már kéne menni amúgy. Na, ne tír rálőni. Simán rálőnék. Menjem innen el. Hagyjál minket békén. Rossz irányba megyünk, amúgy arra kéne menni tovább. Az egyik falkatársunkat azt megették, vagy elvitte ez a nyomorult űrhajó. Ott gyűjt be fel a lényeket, a kis rohadék. Ezek valami nagy baszó testrészek, hát mekkora halcsont vázban vannak. Wow. Mondjuk gondolom, mennyi esélyünk lenne, mi nem? Így a kis bűzmirigyen elkezdenénk lövöldözni egy űrhajót. Na, nesze. Hát ez még rosszabb. Hát húzzál már innen. Hát ezek nem tudnak költözni. Az előbb egy ilyen baszott nagy dinoszaurusz mellé költöztek, most egy másik baszott nagy dinoszaurusz mellé költöztünk, ami még ráadásul repül is. Itt vannak a békák. Békarém. Egész találó neve van. De nem akarok én velük játszani, hagyjál már a... A kis testrészét akarom elvinni. Úgy. Meg a kis fészkemet szeretném először megtalálni. Ja, azért költöztünk ide, mert itt volt olcsó az alvi. Megint hamarabb betrappolnak, mint hogy felveszi a kis testrészt. Kegyetlen. A csecsemők belül, vagy a gyerekek ebből a fajból kegyetlen jól néznek ki. Ez a tojás honnan jött? 50, 146. Nézzük, milyen kis kripli. Szedi a lábát. Kurta hiszti. Erre most inkább nem mondok semmit erre a névre. Úgy szedegesett felfele. Ez valami népszerű környék lett, mert rohadt sok fészek van. Ott megy Varnuszk szavér. Itt énekel,
Értők itt énekelgetnek, meg ugrálnak a tojás, meg kigurul a fészekből. Semmi baj. Kajálni kéne egyet. Hol 146 még mindig? Az baj, itt eljöttünk, itt már biztos ilyen nagy baszó lények vannak, hogy ezeket nem fogjuk könnyen meggyőzni. Bár ugye most már... Hogy van? 5-ös ének, 4-es tánc, 4-es és 2-es pózolás, akkor egy új kézfejet kéne növeszteni valahova. Hát... Remélem még nem vagyunk ilyen kannibálok, hogy nem szorulunk rá. Meg ugye alapján, mivel ezek növényevő lények. Hogyha ki kell testvére, nem akkor vacsora, ez hátra nem fog fennállni. Na nézzük, hogy ti mit tudtok. Ezek ilyen Diegók. 4-5-4. Elbűvölés. Az a baj, hogy ők pont elbűvölni tudnak. Mi meg... Ja nem, azt tudunk. Hát akkor hadd szóljon. Ahhoz összeszedi a kenget. Azba elfelejtettem hozni még egyet. Ó, ez a nagy hátraszaltó. Ja, ez... Jó, szóval ez az Xi éneklés, ez már megvolt. Egyetlen jó. Egész nap el tudnám ezt hallgatni. Na jó, majd jövünk, srácok. Hozni kell még egy tagot, mert nincs ki így a Backstreet Boys. Csak hárman vagyunk. Hol a fészek? Nem látom. Nincs ből? Ah, de hogy nem itt az alfa. Magunkkal visszük az alfát. Annyira jó. Zseniá... Ott van valami haragos lény. Ugrószörny. Acca. Mondom, hogy ez az aluljáróból vannak ezek a nevek. De jó órád van, acca. Hol van? Én egy... Jó, ti nem vagytok jóba, akkor őket békén hagyjuk. Kiket ezeket a macskaszerű lényeket akartuk itt így magunk mellé állítani. Na. Azért volt az előbb hamis, mert csak hárman voltunk, de így négyen. Figyeld meg, sokkal jobb lesz. Milyen szaltót nem tudunk. De attól még menő, amit csinálunk. Ez meg pláne menő lesz. Még több nyikorgás. Kegyetlen jó. Na, hát ezt le is nyomjuk. Ott van még egy alfa. Megvan a disznószáj. És összeszedi a genget. Beállnak így performance-ba, az ez. Megriszáljuk neki a kis nyuszi pavacsunkat. Aztán vinnyogunk egyet. Meg közben így jobbra-balra így bevinnyogunk. Még egy nyuszi pamacs rázás lesz. Zseniális. Jó, ez is megvan. Olyan végére érünk a fázisnak. Falánk vegye ez a csőr. Még egyet meggyőzünk. Vagy lenyűgözünk. Igen. Megint így farokriszálás. Nem változtak ezek semmit, hát mindenki a farkát méregeti. Ő is tudja a szaltót. És? Ezt nézzétek. Ott a háttérben nem tudom, mi történik, de nem akarom tudni. Itt sokkal fontosabb dolgok vannak az előtérben. Mégpedig az, hogy akkora agyunk lett, hogy kiszakadt a keret. Ez egy negyedik fal áttörés volt aggyal.
az agyad teljesen kifejlődött. Én nem szeretnék a törzsi fázisba lépni. Még egy kicsit szegelni kéne. Hát nem tudom, ad módosítót, ha... Itt baszóba a lényünk a következőbe. 274. Mármint annyi DNS pontunk van. Ezek mik? Ezek valami baszók. Mondjuk fel annyi adag van, mint nekünk. Hát csak nem sikerült elkerülni. Akkor őket itt kiírjuk. Óvatosan. Mondjuk igaz, hogy fele annyi életük van. Attól nekünk még rohadt gyenge támadásunk van. Ez egy másik faj. Na mindegy, akkor őket írjuk ki. Kiírjuk itt a kölyköt is. Nem válogatunk. Előbb-utóbb a kölyökből is nagy lett volna. Kész, ennyi. Attól, hogy most már furcsa az agyadat kinézetre is lehetne adni. Nem kell. Jól nézel ki, úgy könnyű. Mit kell még? Kettőt kell. Levadászni pont ennél menni. Na, még egyet. Jó. És ilyenkor ő eltűnik. Jé, aki... Nehet meg, aki nullázott fészekben is lehet gyógyulni. Ezt így jó tudni a fázis végén. Jó. Nem kell, ha van elég izom, lehet ész nélkül is. Kajálunk egyet. Összedjük itt a testrészeket. Van 400 DNS-ünk így. Akkor visszamegyünk megint egy tudományos együttlétre. Nem öltünk meg alfát, vagy ez ilyenkor egyből megvan a testrésze, ha meghal. Ezeket csak megpróbáljuk még így elcsábítani. Kaptok egy szirindalt. Nem tűntök túl fejletnek, de ez legyen most a legkevesebb. Aztán már énekelnek. Tánci, tánci. Annyira nem ropják jól. Nem is túl muzikálisak. Egy kicsit bebugolt. Ez az. Milyen nyakuk van? Akkor így énekelnek, így hátra nyomják a nyakukat, mint valami pulyka, vagy nem tudom. Még egy kis Risa. Még itt egy beteg alfa. Megrágicsálták, akit az előbb megettünk a... Mi volt, Muti? Hopp, ez a másik gomb volt, semmi baj. Ne aggódjál, a következőt eltalálom. De eltalálom, ne rázd a fejed. Hát ott bontam, hogy az lesz. Nyi, ott vannak a békucik. Nagyszerű. Na, megvan a szuszogó. Az már lehet, hogy ilyen nyúlor. A békákat is meggyőzzük így hazafelé menet. Remélem. Csak tényleg brekeknek genyó. Ezek ilyen szakállas békák. Ugye kecske békák, mert kecske szakállok van. De nem vagyunk annyira jók, mint ők. A Baby Jabba. Megvan. Meg se próbálom az alfát. Ahogy. Oh,
Kopi. Ezt elkúrtam. Jó, jó, hát egyszer nem találtam, akkor mi van? Az a baj, hogy egy szinten vannak ebben is. Ezt most akkor így újra kell. Alfa Grmen ott megy háttérbe. Na még egyszer. Meg lesz. Másodjára mindig megvan. Ez ez. Ez ez. Hogy tudom. Pörgi forgi. És a végén egy része. Ta-taaam! Meg egy vinyogás. Így se lesz meg. Hát akkor nyaljatok sót. Te mit arcoskodtok itt? Hazafele még kiírtunk egy fajt. Az alfa is rohadt gyenge. Így is jó. Na. Ez az. GPS-es találtam volna pontosabban ide. Hogy előadja? Hello baby, BMW 520D-vel jöttem. Egyből megállt neki. Ez mondjuk egy egészen más pozíciónak tűnt. És a színéből is elsőre nem arra következtettem, hogy ez egy tojás lesz. Mi kéne nekünk? Kézfej kéne egy másik feltétlen. Super pracli. Az olyan, mint a szuper pénisz. Ez egy ilyen nyuszis ásó kéz. Kicsit növelni kéne ezen a lábszáron itt. Vagy combon, igazából az nem is lábszár. Jártam biológia órára, csak minek. Vagy ez. Ez kevésbé rémisztő, nekem ez kell. Hogy? El kéne még turbózni az ilyeneket, hogy egészség, meg ilyen nem tudom mi. Ez a csirkeláb nem kell, ez meg megvan. Csapó. Kéne valami ilyen... Ezt ide elhelyezzük. Itt, ide, emögé. Ezt a kakiló nyílást itt levesszük. És ahelyett egy ilyen tüskevetőt teszünk. Hogy de igen, ez a köpi is. Hogy ezt tegyük, mert az ad egészséget is. Végül is... Be. Így. Itt lesz egy ilyen kloáka nyílás. Nem dupla, egy kipufogós. Ez ilyen egyszerű rendszer. Visszatesszük rá a pamacsot, így nem is látszik. Mi ez a propelleres valami? Az nem kell. Nekünk egészség kell. Ó, ez kéne még. Az egészséget fel kéne tornázni 5-ösre, hogy gondolom az viszont viszi tovább, hogy mennyi élete van. Hát ez a szarv témája. Ez így jobban néz ki. Ami nem így, hanem... Így, csak valahol itt így a füle mögött. Úgy, és egy kicsit kisebbként. Valahogy így. És akkor egy ilyen furcsa kompozíciót alkot a füle, meg a szarva, és ha így ezt így nézed, akkor így egy ilyen nagy füle van. Így valahogy. Valami ilyesmi. Jó, akkor ez most így ennyi. Mondjuk a szín az nem az igazi, valamit így tornázni kéne. Szem nem lett másik amúgy. Kukker. Nem számít az egészség a következő fázisban. Szuszogó, ez az, ez kell nekünk. Sokkal kisebbnek kell ennek lennie. Száj nincs másik, az ez a fullos. Abban csak ilyen izé van.
A csirkeszár, vagy a csirkeszáj, meg a disznószáj. Ezt a nyugnyogó, szipogó valamit kéne úgy beállítani, hogy jó legyen. Mert ez a legkisebb méret. Itt fog lélegezni. Dupla orr. Hát... Alaj nem adja ki. Nem lett jobb. Visszavonás! Szortyogó. De ez hasonlít ez a szuszogó leginkább a nyúlorra. Igen, csak ugye az a baj, hogy teljesen így el van a szája így forgatva. Hát... Hogy is fejezzem ki magam? Nem túl esztétikus. És olyan hosszabb orra lenne? Hát, hogy is mondjam magának? Érdekes. Roppant érdekes. De most akkor azt a HP-t adja a törzs fázisba, ami itt van. Mert akkor ez most 106 HP, akkor nekünk kéne még az ötös. Az ötös szint. Mert akkor azt gondolom ad rajta, ez még csak a hármas. Milyen értelmes tekintete volt, hogy így belenézett a kamerába. Hol van, mennyi kell? Keresünk valami ötös valamit. Egy hámköpeny, ez 250 kell. Jó. Akkor arra még rámegyünk. A szín, hogy nem szemelek a színével. Jó. Rohadt jó, mikor így elcsodálkozik, és ilyen nagy szeme lesz. Kegyetlen.